Nem a legszerencsésebb időpontban rendezték a Dárdai Pim kakasdi vendégjátékát, de annak ellenére, hogy éppen ekkor zajlott az Azerbajdzsán-Magyarország EB selejtező, a helyi és a környékbeli szurkolók több mint 300-an látogattak ki a hírverő meccsre. Fel volt adva bizony a leszke a kakasdi öregfiúknak, a Hertha mezben játszó csapatban, ez már bevett szokás, ott volt ugyanis a pályán, idősebb Dárdai Pál középső és legkisebbik fia, Márton és Bence. Az előbbi már német U17-es válogatott, egyik kitűnősége annak, a kicsi pedig, a 13 éves Bence is, kakasdon megmutatta, hamarosan róla is hallhatunk majd, mint a Hertánál pallérozódó újabb tehetségről. Legendákra mindig kíváncsiak, azért a Dárdai, Fehér Csaba, Egresi név, Jolcseng még mindenhol. Egyébként a Dárdai tímben többen is vannak, akik volt válogatottak, de nyilván mindig közben jön valami, nem értek rá most eljönni. Itt például Vince Otto, Egresi Gábor, vagy éppen Lisztes Krisztián, de a három Dárdai apa és két fia mellett ott láttuk a teamben standard játékosként a szekszárdi származású fehér testvéreket. Csabát, aki hollandiai pályafutása során a PSV Eindhoven játékosa is volt, no és a középhátvéd poszt abszolút megoldott a Dárdai teamben, mert az NB1-ben is lehetőséget kapott Fehér Attila mindig rendelkezésre. A kakasdi öreg fiúk egyébként kitették a lelküket a pályára, ebben a kategóriában, megyei viszonylatban bizonyára jobbak közé tartoznak. De a Dárdai Pim így-úgy edzésben levő játékosaival szemben csak néhány ígéretes akcióra és persze egy becsületgólra futotta. Kispest tornákon szerepelünk hébe-hóba, úgy mondanám, és egy héten egyszer járunk terembe télen, nyáron pedig ki ide a pályára. Ahogy az idő engedi, mert hát azért a legtöbben dolgoznak, ez egy ilyen kis mellékszórakozás, meg egy magunknak egy kis szórakozás, az öreg fiúknak végül. Nagyon nagy tiszteltetés volt a részükről, hogy egyáltalán kiálltak ellenünk, úgyhogy mi szívvel léleggel harcoltunk. Az eredmény nem azt mutatja, de nem az eredmény a lényeg. A 43 éves Dárdai Pál a Hertha felnőtt csapatától 5 év után elbúcsúzó Bundesliga sikeredző a második félidő közepén cserélte le saját magát. Az egyik fia aggódott is, hogy... Nem húzódtam meg. Az az igazság, hogy háromszor futok egy héten 30 perc, a súlyfölösleg van. Ugye ez valahogy azzal jár, hogy igazából focizni már nem járok. Tavaly játszottam utoljára az Amárdiba ilyen meccsen, Dunajvárosban és télen végén egy teremtornán, azon nem focizom. Tehát ez most ugye az elején az ember belelendül, mindig többet vállalkozik, és arra kell vigyelni, az első két ilyen meccsen esérül meg, aztán megint úgy vagy bele, hogy mehet tovább a játék. Tekintettel arra, hogy Dárdai Pál egy évi pihenőt tervez edzői pályafutásában, így a nyár a szokottnál most hosszabb lesz számára. Még ebben a hónapban kétszer is jótékonysági meccsen pályára lép a Dárdai Pál.